Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai szép reggelen. Jó volt együtt énekelni, és jó volt az ünnep közepén az ünnepeltre gondolni. Sokszor ez a kettő nem mindig szereti egymást, az ünnepelt és az ünnep. Néha az egyik a másikat képes eltakarni. Ma délelőtt szeretnék az Isten igéjéből egy néhány dolgot előhozni, néhány dologra rámutatni ezen a karácsonyon, hogy miért olyan nagy dolog ez a karácsony, miért olyan mindent megváltoztató dolog az, ami ezen a karácsony este történt. Két helyről fogom ezt Isten igéjét olvasni, az egyik az Ószövetségből, Ézsaiás könyvének a 64. fejezetéből fogom az első 4 verset, majd utána átlapozunk az Újszövetség első könyvéhez, Máténak az első fejezetéhez. Álljunk fel és így hallgassuk most Istennek az igéjét. Tehát Ézsaiás könyve 64. fejezet első 4 versét fogom először felolvasni. Ahogyan a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel, reszkessenek tőled a népek. Ha majd váratlanul félelmes dolgokat művelsz, ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek. Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Találkozol azzal, aki örül, mert igazak tettei. Utaidon jár és rád gondol, de te megharagudtál, mert vétkeztünk. Régóta így vagyunk már, bárcsak megszabadulnánk. Majd Máté evangéliumának az első fejezetéből olvasok. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Mikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Imádkozzunk. Isten, hálát adunk a te igédért, és köszönjük azt, hogy ez nem egy üres ünnep, nem csupán valami, amire emlékezhetünk, ami évről évre egy szép időszaka az évünknek, hanem te szeretnéd, Istenem, hogy ma veled találkozzunk, hogy legyen élő találkozás veled, és szeretnéd, hogyha ezen a mai délelőttön tudnánk ebből valamit megtapasztalni. Arra kérlek, hogy a drága lelkeden, szellemeden keresztül szólíts meg minket is. Add, hogy értsük meg, amit mondasz, tudjuk azt megérteni, és a szívünkbe zárni ennek az üzenetét. Amen. Foglaljunk helyet. Azt a címet írtam fel ennek a mai délelőttnek, hogy karácsony. Hát ezzel nem újat árulok el. Isten velünk van. Mind a három után ott egy pont, mint hogy ez egy különálló mondat lenne, hogy Isten pont, velünk pont van. Hát mondhatná valaki, hogy oda veszőt illik rakni, nem? De majd mindjárt meglátjuk, hogy miért gondolom azt, hogy ez a három, ez egy különálló, nagyon erőteljes mondat, ami a karácsonyhoz hozzátartozik. Itt vagyunk, és fürkészem a tekinteteket, hogy ki hogyan élte túl az elmúlt napokat, a karácsonyi nagy vásárlásokat, a készülődést, a ház takarítást. Nézem a férfiak, asszonyok, feleségek tekintetét, hogy mennyibe vett ebbe részt egy férfi, vagy a gyerekek mennyire segítettek a szülőknek. Sok mindent elárulnak a tekintetek. Talán úgy vagyok, mint az a lemerült elem, hogy na, ide jöttünk, de le vagyok merülve, és kiégtem is. És van egy pozitív dolog, amit hívhatunk karácsonyi láznak, amikor nagyon várjuk. A karácsonyi láz és a karácsonyi frász között nagyon kicsi a határ. Nagyon könnyen átmenjünk egyikből a másikba. Hadd mutassak csak egy érdekességnek egy képet, hogyha a technika engedelmeskedik. Na mindjárt, igen. Egy karácsonyi vásár, nem tudom, hogy hol nem pécel, de valahol a nagyvilágban így néz ki egy karácsonyi vásár, és azt látjuk, hogy óriási felfordulás, fények, illatok, és olyan sokféle fotót hozhatnék, ahogy feldíszítjük a házainkat, a lakásainkat. A világrekordot egy ausztrál család tartja
aki évről évre egyre nagyobb számban díszíti fel a házát. A mostani rekord, amivel be is kerültek a Guinness rekordok könyvébe, 502 000 izzóval díszítették fel a házukat. 502 000 darab izzóval díszítették fel. És eszembe jutott egy mondás, amit nemrég hallottam valakitől, hogy annak a személynek az ünnepét, aki a legkevésbé volt anyagias, sikerült a leganyagiasabb ünnepét tegyük. És ezt talán megmosolyogjuk, ugye, hogy a karácsony története, ahogy elolvassuk és ismerjük, hogy jászol, szamár, állatok, pásztorok, ez annyira egyszerű. Ennél egyszerűbb nem lehet. Tehát, hogy ebben nem volt semmi ünnepi, ha csak az angyalokról nem beszélünk, de minden olyan borzasztó egyszerű volt. Sőt, lealacsonyítóan egyszerű, és használhatnánk azt a szót is, hogy botrányos. Hogy az Isten így lépett be a világba. Nem pedig így, nem pedig ilyen hatalmas pompában. Tegnap a Tinifin arról beszélgettünk, hogyha mi szerveztük volna meg Jézusnak a születését, akkor az hogy nézett volna ki? Hát legalább Jeruzsálembe, legalább a fővárosba. Ott is egy arany lepedőn ereszkedett volna le az Isten fia, a Kajafás, Pilátus, az összes nagyfejes, vallási vezető környezetébe. És átbeszéltük, hogy bizonyára nem engedtünk volna környékre pásztorokat, asszonyokat, egyszerű embereket, hanem olyan igazán megadtuk volna neki a módját, hogy olyan szép legyen. És az, ahogyan Isten döntött, hogy fog belépni ebbe a világba, az ezt keresztül húzza. És azt mondja, hogy ő nem így akart belépni, hanem amit el akar nekünk a karácsonyon mondani, az, hogy Isten velünk van. Miről szól a karácsony? Mondhatom, hogy a világunknak a legnagyobb ünnepe. A karácsony miatt mondhatom azt, hogy 2018-at írunk. Karácsony miatt mondhatom azt, hogy Krisztus után vagyunk. Olyannyira fontosnak látták az elődeink ezt az ünnepet, hogy egy idő után azt mondták, hogy kezdjük innen az időszámítást. És mondjuk azt, bármikor egy dátumról fogunk beszélni, hogy az vagy Krisztus előtt volt, vagy Krisztus után volt. És a mai ember ezt próbálja már úgy szelídíteni, hogy időszámításunk előtt és időszámításunk után, hogy ne kelljen véletlenül se kimondani azt, hogy Krisztus előtt vagy után, de a karácsony mindent megváltoztatott. Az ember úgy döntött, hogy az legyen a nulla, amikor az Isten idejött. Mert voltunk nélküle, és utána voltunk vele. És ez mindent megváltoztatott. De miért? Miért ilyen nagy dolog a karácsony? Hadd mondjak erről egy történetet. Volt egyszer egy férfi, akinek volt egy nagyon jó barátja. Ez a nagyon jó barátja egy bíróságon dolgozott, ez egyik vezető bíró volt. És ez a férfi, az előző férfi pedig, az első, hát ő nem bíró volt, egy egyszerű férfi, de nagyon szeretett gyorsan menni az autójával. És sikerült újra begyűjtenie egy elég borsos bírságot, egy nagyon komoly összeget. Oda ment a bíró barátjához, hogy hát akkor már, ha a legjobb barátom vagy, kedves, nem lehetne ezt a számlát valahogy elintézni. El lehetne? Ugye el lehetne? Na, mondta, hogy el lehetne. És mondta a bíró barátja, hogy persze, megoldom, elrendezem. És aztán telt múlt az idő, és később szóba jött ez az incidens, és kérdezte tőle, hogy amúgy bonyolult volt elintézni, vagy gondolom megvannak ott a kapcsolatok, valakinek oda telefonáltál? Nem, kifizettem. Mit csináltál? Kifizetted a számlámat? Kérdezte a barát. Én azt kértem, hogy intézd el. Fű alatt valamit csinálj, olyan bírósat, tudod, valamit csinálj, vagy nem tudom, politikus, vagy valamit csinálj a számlámmal, nem az, hogy fizest ki. És mondta ez a férfi a bíró, hogy bíró vagyok. Az igazságra esküdtem fel. Nem tudom elintézni fű alatt. Az elintézés alatt azt értem, hogy ezt a számlát be kell fizetni. És ez a példa nekem nagyon-nagyon jól megvilágította azt, ami a karácsonynak az üzenete. Hogy direkt két helyről olvastam, az egyik az Ószövetségnek egy felkiáltás, ami azzal ért véget, hogy Istenünk, te megharagudtál ránk, mert vétkeztünk, régóta így vagyunk már, bárcsak megszabadulnánk. És talán mi úgy gondoljuk, hogy megkérhetjük az Istent, hogy nem tudnád elintézni a rossz dolgainkat úgy valahogy. Hát te vagy az Isten, nem? Nem tudnád elintézni, hogy ne nézz rá. Hogy egy kicsit úgy odébb söpörni, vagy a szőnyeg alá nem tudnál valamit tenni? Az Isten válasz a karácsonykor az volt, hogy elintézem. Elintézem a számlátokat.
Nem fű alatt, mert én vagyok a bíró. Egy igazságos bíró nem fogja fű alatt elintézni. Amit tudok tenni a számláddal, az az, hogy befizetem a büntetést. És a karácsony arról szól, nem Jézus káról szól a karácsony, nem arról szól, nem a jászolnál áll meg, a karácsony az a Golgotáig szól. Arról szól, hogy Isten belehal a karácsonyba, abba, hogy emberré lesz. Abba, hogy azt mondja, hogy igen, elintézem a számlát, de úgy, ahogy el kell intézni egy számlát. És szeretnék ehhez mutatni egy kis illusztrációt, néhány fiatalt kértem meg, hogy segítsenek most nekem, úgyhogy kérlek titeket, hogy gyertek most ide előre. Mindegyik kapott tőlem egy nevet, hát ezeket a neveket nem ők választották maguknak, mindjárt látni fogjátok, hogy miért mondom ezt. Nem olyan neveket kaptak, amit szívesen mutogatunk. Szeretném ezeket most így szépen sorban elolvasni, hogy mit fogunk itt látni, kicsit talán kicsi a betű, de itt rögtön a szélén azt látjuk, Amálián az a név szerepel, hogy jelentéktelen. Szeretnénk ezt a nevet magunknak begyűjteni? Jelentéktelen vagyok. Semmit nem ér az életem. Nem számít, ha élek, ha halok, nem vagyok jelentőségteljes. Nem számít az, aki vagyok. Egy jelentéktelen valaki vagyok. A következő név se lesz sokkal jobb, árva. Árva vagyok. Nincsenek szüleim. Nem ismerem az atyaságot. Magamra hagyatott vagyok. Elhagyatott. Szorosan kapcsolódik. Nem keres senki, nem érdeklek senkit. Eltűntem, elhagyatott vagyok. Egy férfi elmondta, hogy gyerekkorának legfájdalmasabb emléke az volt, mikor az apukájával akart bujócskázni. Az apukája éppen a munkában volt temetkezve, de jó, bujjál csak nyugodtan. A kisfiú elbújt, órák teltek el, elhagyatott. Az apuka nem ment megkeresni. És azt mondta ez a gyerek, mikor reménykedtem, hogy de csak utánam fog jönni, hát azt mondta, hogy játszunk bujócskát. Nem jött utána. És telik az idő, és kimentem, és látom, hogy ott dolgozik, és telefonál. Elhagyatott vagyok. Elhagyott valaki. Ellenség. Egyre súlyosabb neveket olvasunk. Ellenség lettem. Azt olvasok a Bibliában, hogy a bűn az egy ellenségeskedés az Istennel. Magunkra haragítottuk a bűnnek a büntetését, ami a halál. És ellenség lettünk. Elfelejtett. Érezzük, hogy egy hullámhosszon pengnek ezek a nevek. Elfelejtett vagyok. Mellőzött. Periférián vagyok. Lázadó. Lázadok. Lázadozok. Minden ellen. Ezzel próbálom megoldani a dolgokat, hogy lázadok. Lázadok az Isten ellen. Lázadok a család ellen. Lázadok. Lázadok minden ellen. Értéktelen. Nincs értékem. Értéktelen vagyok. Az életem semmit nem ér. Hogyha fontosabb lennék, hogyha gazdagabb lennék, ha szebb lennék, csinosabb lennék, izmosabb lennék, akkor értékesebb lennék, de most jelenleg értéktelen vagyok. És próbálom magamat majd körülvenni sok mindennel, ami sok értékes dolgot akarok begyűjteni, hogy értékes lehessek, de én úgy magamban csupaszon értéktelen vagyok. Tönkretett vagyok. Tönkretettem magam. Tönkretett az élet, tönkretettek emberek, helyzetek, az ördög, bárkire is fogjuk. Tönkretettek. És az, ami voltam, ahogyan indultam, az elromlott. Annyi mindent lehetne itt megnevezni, és hosszú a lista, amit az ember fel tud sorolni, hogy mi az, ami tönkre tud tenni. De tönkre vagyok téve. És talán az egyik legsúlyosabb hiba. Az életem egy hiba. Úgy, ahogy vagyok, egy hiba vagyok. Hiba az életem. Hiba az, hogy vagyok. Hiba az, amilyen vagyok. Hiba az, hogy itt vagyok, hogy most vagyok, hogy megszülettem. Ezek mind olyan nevek, amik nem kellemes nevek nekünk. De miért kértem ezeket a fiatalokat, hogy vegyék fel, hogy lássuk azt, hogy ezek a nevek azok, amiket begyűjtöttünk az életünk során. És még sorolhatnám, szennyes, bűnös, elvetett. Annyi mindent lehetne még bővíteni ezen a listán. Ezek vagyunk. De szeretném megmutatni azt, hogy mi volt az Istennek a válasza. Megkértem Bercit, hogy ő segítsen ebbe nekem.
Az Isten, amikor látta azt, hogy mit rontottunk el, akkor azt mondta, hogy elintézem. És szeretném bemutatni, hogy ez hogy történt meg. Oda ment az első emberhez, és azt mondta, hogy eddig az volt a neved, hogy hiba. De ezt én elveszem tőled, és a neved mostantól az lesz, hogy mestermű. Hogy egy mennyei kéznek az új lenyomata van rajta. Hogy az én alkotásom vagy. Hogy az életed nem hiba. Nem számít, hogy hogy születtél, hogy mikor, hogy ki mit mondott rólad az életbe. Az életed nem hiba. Oda ment a második emberhez, és azt mondta, hogy tönkretett téged sok minden, de én az Isten helyre állítalak ma téged. Azért jöttem el, hogy helyre állítsam azt, amit az ördög elrontott. Hogy ő jött lopni, ölni, pusztítani, de én életet hoztam. A következőhöz értéktelen, értékes vagy. Azt mondja a Biblia, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottunk meg, hanem a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Jézusnak a vérén. Ez az, ami az értékem. Ennyit ér az életem? Ránézek a keresztre, és azt kérdezem, hogy ennyit ér az életem? Hogy az Isten azt mondta, hogy értékes vagyok annyira, hogy ezt megtegye. Lázadó. Isten odament a lázadó emberhez, aki ellene lázadt, és azt mondta, hogy amikor még a bűneidben voltál, amikor még ellenségeim voltál, én akkor jöttem el, hogy lázadóból királyi nemzetnek a tagja legyél, hogy király fivá legyél, hogy ne lázadjál, hanem megbékülhessél velem. Elfelejtett. Jézus azt mondta, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Lehet, hogy úgy érzed, hogy az életed elfelejtett, elveszett. De az Isten utána jött, és azt mondta, hogy azért születtem meg, hogy a periférián levő a centrumba kerülhessen. Hogy az, aki elkallódott, az a bárány, amik elveszett, az visszatérjen az Istenhez. Ellenség. Az ellenség, átkerültünk egy sötét oldalra. Ez volt a bűnünk büntetése. És ahelyett, hogy az Isten lesújtott volna az ellenségre, azt mondta, hogy a gyermekemmé szeretnélek tenni. Áthozlak az én országomba, a győztes oldalra. Elhagyatott. Amikor úgy éreztük, hogy az életünk elhagyatott, hogy nem keresnek meg minket a bujócskába, az Isten azt mondta, hogy eljöttem. Földre jöttem. Érted jöttem. Árva. Amikor azt éreztük, hogy árvák vagyunk, hogy nincsen édesapánk, nincsen édesanyánk, az Isten azt mondta, hogy ha apád és anyád el is hagy téged, én magamhoz fogadlak, és a gyermekemmé teszlek. Jelentéktelen. Amikor azt éreztük, hogy az életünk nem számít, nincsen jelentőség, az Isten azt mondta, hogy jelentőség teljes, mert én akartam, hogy létezzél. És szeretnék bemutatni valamit. Hova kerültek ezek a cetlik? Isten nem ledobta ezeket a földre. Nem azt mondta, hogy eddig jelentéktelen voltál, nem számít, eddig ellenség voltál, nem számít. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus a bűneinket maga vitte fel testében a fára. Szeretném, hogy most ránézzünk Bercire. Magára vette az összeset. Nem tudta eldobálni ezeket, mert ezeket begyűjtöttük. Ezekért meg kell halni, ezekért a nevekért. Ezekért a nevekért büntetés van. De az Isten azt mondta, hogy én magamra veszem. És Jézus a kereszten volt jelentéktelen. Jézus a kereszten megtapasztalta, mi az, hogy árvaság. A kereszten megtapasztalta, mi az, hogy ellenség. Pedig egyszer sem vétkezett, de mindent magára vett. Köszönöm a segítségeteket, helyről. Azért szerettem volna, hogy ezt látjuk magunk előtt, hogy a karácsony erről szól. A karácsony arról szól, hogy Isten nagyon nagy árat fizet azért, hogy magára vegye a mi bűneinket. És ott a három szó, amit szeretném, hogy látnánk most, az az, hogy Isten, hogy a karácsony az róla szól. A karácsony az Istenről szól, és nagyon szép dolog az, hogy megajándékozzuk egymást, nagyon szép dolog az, hogy szeretjük egymást, de a szikrát hagyjuk ki, hogyha Istent kihagyjuk ebből.
karácsony Istennel kezdődött, amikor ő belépett ebbe a világba. A második szó, Isten velünk van. Nem ellenünk van, és nem ellened van. Életemben, amikor felismertem ezt, hogy láttam az életem, hogy mennyi dolgot tettem már az Isten ellen, amit lehet, hogy szépen el is tudtam rejteni emberek elől, lehet volt, amit nem tudtam elrejteni, és arra számítottam, hogy ha én egyszer az Istennel fogok találkozni, akkor megtapasztalom azt, hogy az Isten ellenem van. Hogy az Isten engem meg fog büntetni, és jogosan fog megbüntetni. És amikor az Isten közel jött hozzám, azt éreztem meg, hogy velem van, nem ellenem. És azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. És az utolsó szó, Isten van. Velünk van. Isten most is itt van. És arra szeretnélek bátorítani, hogy ne teljen el még egy nap az életünkben Isten nélkül. Ő itt van most, és érzed te is a szívedben, érzed te is, hogy kell, hogy legyen egy Isten. Igaz, kell, hogy legyen a karácsony. Te is érzed magadban azt az űrt, ami Isten nélkül ott van az életedben. De a karácsony üzenete az, hogy Isten eljött, hogy Isten itt van, hogy életét adta a karácsonyért, hogy megalázta magát, megüresítette magát, árva lett, hogy mi gyermekek legyünk. Azt mondja a Biblia, hogy szegényé lett, hogy mi meggazdagodjunk. A bűneinket magára vette, hogy Isten igazságává lehessünk. És ezek után az Isten megkérdezi, hogy van-e hely az életedbe számomra. Ahogyan itt volt, mikor először földre lépett, és tapasztalta azt, hogy nincsen hely abban a városban számára. Az egyik ének azt mondja, hogy Betlehem, úgy vonultál be a történelembe, mint az a város, melyben nincsen hely a király számára. Erről lettél híres. Van-e hely a király számára ma az életedbe? Tudod-e azt mondani, hogy Istenem, itt az életem, neked adom, lépj be. Ez az a kérdés, ami ma előttünk van, és én arra bátorítok mindenkit. Ezt a döntést senki és senki nem tudja meghozni helyettünk. Nem számít, hogy döntött a szomszédom, hogy döntött a gyermekem, hogy döntött az édesapám, a nagypapám. Ez a döntés így dől el a szívembe, hogy az Isten megkérdezi azt, van-e hely ma, karácsonykor, a szívedben számomra? Elvehetem-e a tönkretett, elhagyatott, jelentéktelennek érző életedet, hogy egy jelentőség teljes, egy helyreállított, egy új teremtést adjak neked. Erre mi nem vagyunk képesek emberek. Úgy záródott az igevers, amit az Ószövetségből olvastam, hogy bárcsak megszabadulnánk. És az Új Szövetségből az igevers úgy végződött, hogy nevezzétek el Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a bűneiből. A turmixgép azért turmixgép, mert turmixol. A keverőgép kever, a porszívó porszívózik. Ami megment, akinek az a neve, hogy megmentő, ő azt teszi, hogy megment. És szeretnék most imádkozni, és arra kérlek, hogyha az Isten megszólított ma, és magadra ismertél, akár ezekben a nevekben, amiket láttál, és lehet, hogy el is hitted már, mert lehet, hogy olyan sokat mondták neked, hogy te úgyse viszed semmire. Semmit nem ér az életed. Jelentéktelen vagy, senki nem szeret, gyűlölt vagy. Akkor arra bátorítlak, hogy ma, amikor most meghajtjuk a fejünket, halld meg Istennek a hangját, aki azt mondja, hogy lehet, hogy mások gyűlöltnek mondanak, én azt mondom, hogy szeretet vagy. Lehet, hogy mások azt mondják, hogy nem számít az, de én a véremmel fizettem érted. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Isten, itt állunk most, és emlékszünk arra, amit te tettél, arra, hogy megszülettél, és olyan sok minden annyi év eltelt azóta, annyi minden kialakult az ünnepben, de nem akarunk téged, az ünnepeltet elfelejteni. Szeretnénk, Uram, ma délelőtt tisztán látni azt, hogy miről szól az, amit te tettél. Szeretnénk neked megköszönni azt, hogy vállaltad, hogy emberré lettél, hogy nem elküldtél valakit, nem egy üzenetet küldtél nekünk, nem információt küldtél nekünk, hanem te magad jöttél el, mert nem volt más mód, hogy rendezzük a számlát. Istenem, köszönöm azt, hogy ha majd valaki hozzád kiállt, és azt mondja magában, hogy
Istenem, intézd el az én életemet, azt a számlát, ami engem terhel. Akkor te azt mondod, hogy megteszed, a keresztre vitted az összes bűnünket, és ott van minden szégyenünk. Köszönjük Istenem neked azt, hogy velünk vagy, hogy nem ellenünk vagy, hogy közel jöttél a karácsonykor. Köszönjük neked azt, hogy vállaltad ezt az árat, amit fizetni kellett. És nem tudjuk elégszer megköszönni neked, de szeretnénk, hogyha az életünk többet szólna rólad, és kevesebbet rólunk. Szeretnénk, hogyha ez a karácsony többet szólna rólad, és kevesebbet minden másról, a mázról. És azért imádkozok, Uram, hogy ha van itt ma olyan valaki, aki életében először szólít meg, Uram, köszönöm, hogy te hallod ezt. Köszönöm, hogy te készítetted ezt a mai napot. És köszönöm, Atyám, azt, hogy te vagy az, aki megígérted, hogy aki segítségül hív téged, az üdvözül. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy erről szólt a karácsony. Köszönöm azt, hogy Krisztus után élhetünk. És köszönöm azt, hogy vissza fogsz jönni értünk. Amen.